Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm Önöket mai megemlékezésünkön. Megemlékezésünk kezdetén kérem énekeljük el együtt a himnuszt. Köszönöm. Most pedig folytatásként hallgassuk meg Bogár Lajos úr előadásában Babinski László Emlékezz a című versét. Emlékezz a korra, a háború korára, lángba borult az ember dicső alkotása. Elveszett ott minden, hit, remény, szerelem. Elveszett volna tán az egész emberi nem. Hisz őrült harcosok gázkamrába zárták, hanem fejüket a falhoz egyenként hozzácsapták. Útjukat mindenhol kévágyaik jelzik, pusztító könnyek a poklot idézik. Az összefort népharagtól futott az ellen, bűnök ott maradt befejezetlen. Az utókor eszmél, nem felej sohasem, háborút nem, béke kell, hogy legyen. A béke, a munka, a szabadság kora, hőseink tette, biztos záloga. Zene szól, hallod? Érte, értük, értünk, vídulj, neves, szeres, ez a kor az éltünk. Ez a kor, a szabadság kora, képességeink hirdető szent lobogója. Ez a kor, mely nem hite hagyott, hanem hitében élő embert alkotott. Felkérem Fülöp Károlyné alpolgármester asszony, hogy tartsa meg emlékező beszédét. Tisztelt megemlékezők! Amikor erre a beszédre készültem, eszembe jutott egy sláger szövege, amelyet az első világháború után tanultak, és születkor gyakran dúdoltak, dédszüleink, nagyszüleink. Arról szólt, hogy egy falusi estén ez egy özvegyasszony a kisfiával ül a pitvarban, a kisfiú megkérdezi az édesanyját. Édesanyám, mondja azt meg nékem, hogy odafent vajon mi ragyog? Mit jelentenek fenn az égen azok a sok fényes csillagok? A kérdésre így felel az édesanya. Az egyik a szakasz vezetőjé. A másik egy káplár csillaga. Gallérjukra volt az rája tűzve, hanem most már szegény, mind halott. Az angyalok felvitték az égbe, és ott ragyognak fenn a csillagok. Volt több olyan nemzedék az ország, és a mi településünk történetében is, amely számára az ezen kis dalocska által elbeszélt helyzet mindennapos valóság volt. Sajnos településünkről is számtalan derékhős került dalbéli fényes csillagként az égre. Gondoljunk ezekre a hősökre, akik minden nap itt ragyognak a fejünk felett az égbolton. Ők, az előttünk járók mindig itt lesznek velünk. Ezek az elvesztett hozzátartozók olyan férfiak, nők, fiatalok és idősek voltak, akik életüket áldozták idegen országok hadszínterein, sebesülteket ápoltak tábori kórházakban,
kemény munkát vállaltak a hátország bányáiban, gyáraiban, földjein. Betűvetésre tanították a gyermekeket, misét mondtak az elesettekért, esetleg mindennapi teendőiket végezve, reménykedve várták, fiúk, férjük, édesapjuk hazatértét, vagy legalább a tábori postával érkező híreket szeretteikről. Hősök voltak mindannyian. Emléküket országszerte emléktáblák, emlékművek őrzik. Ezek a hősök ma is méltók a nemzet emlékezetére. Emlékeznünk nem csak az utókor parancsa, hanem kötelességünk is a jövővel szemben. Hiszen az emlékezés az, ami bennünket, embereket megkülönböztet, egyedivé tesz, és csupán az emlékek méltó megőrzése, töretlen ápolása lehet az, ami feloldozást hozhat. Békévé oldhatja az egykori konfliktusokat. Mi, ma már ha azt a szót halljuk, hogy háború, egy kissé zavarban vagyunk. Dacára annak, hogy akár filmekben, akár a hírekben naponta találkozunk vele, szerencsére nem tudjuk, hogy a maga valóságában mit is jelent. A háború nagyon messze van a mindennapjainktól. Ugyanakkor a hírekből tudhatjuk, hogy még ma is ráül a nemzetekre. Emlékezzünk, hiszen a háború velünk él. Velünk él elsősorban a hiány. Az az űr, amelyet ezek az elveszett nemzedékek, hőseink hagytak maguk mögött. A templomkertben található emlékművön szerepel mindazoknak a neve, akik a hazáért rángondolva haltak meg. Emlékezzünk rájuk!